Életének 88. évében elhunyt Haraszti István Ideske Kossuth Díjas szobrászművész, aki Kispesten élt és alkotott. Alapító és mindvégig aktív alkotó tagja volt a Kispesti Helikon Kulturális Egyesületnek. Az autodidakta alkotó, a kinetikus művészet jelentős hazai képviselője, művei nagy feltűnést keltettek már a 70-es években is. Kritikus, szatirikus, egyedi hangvételű életművek kiemelkedő. Művészete elismeréseként megkapta a Kassák Lajos, a Munkácsi Mihály és a Prima Primissima díjakat is. 4 éve beszélt nekünk életről, alkotásról, a minket körülvevő világról. Adásunk végén ezt a beszélgetést mutatjuk meg önöknek ismét.